A mastéri piacon több termelő is árul mézet. Azt mondják, az elmúlt években nehéz idők jártak a méhészekre. Kevesebb a méh család is, elég sok pusztulást lehet hallani az ország, tehát országosan. És hát valószínűleg ez a mézárakba is jelentkezni fog. Egy másik méhész az olcsó, rossz minőségű külföldi mézekben látja a hazai termelők legfőbb problémáját. Nyugat-Európából, illetve Kínából úgy halljuk, hogy rengeteg rizsből készült mézet hoznak be. Hát itten nagyon egyszerű volna az útnak az elvágása, vizsgálják be, mint ahogy a mi mézeinket, és hogyha hamis, akkor egyszerűen küldjék vissza a feladónak. Tóth Péter Kornél a kislányával éppen mézet vásárol. Azt mondja, szereti a család, és nagyon jó vitaminforrás. Azt alaposan megnézi, honnan származik a méz. A hamisítás után bizalmatlan lettem a boltokba is, hogy mik kerültek fel, vagy én inkább itt a piacon, tehát akik foglalkoznak velem, azoktól, csak azoktól. 60-80 család méhecskén, annak a termését el tudom adni. Ezt már Szepesi Ferenc mondja, nyugalmazott méhész. Boltjában állandó vendégköre van, úgy véli, a méz vásárlása bizalmi kérdés. Ez egy kényes termék, ki kell választani a vásárlónak egy méhészt, akiben megbízik, oda el kell menni, és onnan kell megvenni a mézet, és akkor ki van zárva az, hogy most rosszat veszek-e, vagy jót. Csak jót tud venni, ha a méhészek, a méztermelők, tehát a méhészeknek biztos, hogy jó mézük van. A legutóbbi uniós felmérések szerint Európában a vizsgált mézek 20%-ával volt minőségi probléma, de a kutatás szerint Magyarországról mára kiszorultak a hamis termékek.